Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A vita menetében egyre erősödött bennem az, amit már első olvasásra is feltűnt, hogy ez egy rendkívül csekély hatásfokú javaslat lesz, és javarészt a felszín kapargatásában kimerül. Gyakorlatilag piszkálgatja a booking.com-ot, illetőleg a teljes hasonló szállásai közvetítőket, de igazából izomból, teljes erővel nem mer, nem akar, vagy nem tud odaütni, vagy nem juthat oda, egyszerűen is fogalmazhatnék. Hát nem az az igazi segítség a magyar kis- és középvállalkozásoknak, akár a szálláshely közvetítések tárgykörében, akár máshol, hogyha meg kell várniuk a most lefektetett, elvileg most már szigorodó szabályok be nem tartása esetén egy versenyhivatal eljárás indul, amely egyrészt bonyolult, másrészt rendkívül időigényes, hanem a közvetlen igényérvényesítés lehetőségét kell megteremteni. Itt igazából a PTK és a PP szabályait kellene módosítani. A polgári perrendtartás, a polgári eljárások szabályai közé kellene beemelni ezt a speciális külön eljárást a rendkívüli sürgőség szempontjainak legteljesebb szem előtt tartásával. Hát egész őszintén, most leírják, hogy nem hárítható át az árfolyam kockázat, telefonon és e-mailben ügyfélszolgálatot kell fenntartani, 45 nap a véghatárideje, vagy a maximális határideje a pénzösszegek átutalásának, magyar nyelvi jogi tanácsadást kell biztosítani, de mi történik akkor, hogyha ezek közül egyet vagy többet nem tartanak be a szállás, nagy digitális, multi szintű szálláshely között? Mi történik akkor? Versik az eső? Vagy indul egy versenyeljárás, amely nagyon hosszú ideig tart, jó terjengős lesz, elhúzzák, mint a rétes tésztát, megbírságolják az érintett szálláshely közvetítőket, de ez közvetlenül egyáltalán nem, csak csekély mértékben védi a kis- és középvállalkozásainkat, vagy hát a legsérülékenyebbeket, a mikrovállalkozásokat. És majd mindjárt áttérek a szálláshely közvetítők tárgykörének elemzése után más digitális területekre, hogy milyen hihetetlen mulasztásban van itt a magyar kormány és az illetékes minisztérium. De először vegyük górcső alá a szorosabb értelemben ennek a javaslatnak a szabályozási tárgykörét. Hát egyrészt az a 10-30% közötti jutalék az egészen döbbenetes, tisztelt képviselőtársaim. Alig végeznek érdemi munkát ezért, szinte semmit, ne szépítsük, szinte semmit. Hozzáadott értékről még csak véletlenül sem lehet beszélni. Ellentétben annak ellenére, hogy megkapják a teljes összeget, 45 napig forgathatják ezt a pénzt szabadon, 45 napig ilyen összegnél akár rövid távra befektetve is szép kamatot lehet termelni. Ez teljes egészében megmarad a multiknál. Ebből sem a magyar állam, sem a magyar mikro, kis- és középvállalkozó nem lát egy megveszekedett forintot sem. Ez megint csak és kizárólag a digitális nagycégeknek jó. Senki másnak nem jó. Mind okolja 45 napot. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szálláshely szolgáltatóknak 45 naponként kell kifizetni az alkalmazottaik munkabéreit és a hozzá kapcsolódó közterheket? A magyar vállalkozók 45 naponta fizetnek villanyszámlát, fűtésszámlát, víz- és csatornadíjat, meg minden egyéb közterhet, közüzemi számlát és adót? Mert tudtam, ma 30 naponta. Tudtam, ma havonta kell fizetni. Mi indokolja, hogy az amúgy is hatalmas erőnyfölényben lévő, jóval nagyobb érdekérvényesítő képességű, magyarul lobby erejű multikat még ezzel is támogatja, és ezt megpróbálják önök szokás szerint a 1500. félmegoldásokat idehozva úgy eladni, mintha ez valami hihetetlenül szigorú fellépés lenne, és most már a Szent Lászlói szigorral lépnek fel ezek ellen a paraziták ellen. Mert ezek nem mások, tisztelt képviselőtársaim, mint digitális paraziták, akik azoknak a vállalkozóknak a húsán, vérén élősködnek, akik valódi értékteremtő tevékenységet végeznek, akik hozzáadott értéket tudnak felmutatni, akik munkahelyeket tartanak fenn. Hát itt nem arról kellene beszélni, hogy 45 vagy 30 nap, hanem körülbelül haladéktalanul. Ami mondjuk praktikusan lehet maximum 3 nap. 3 naptári nap. Nem munkanap, mert még azzal is lehet trükközni. Hát mi történik? Mihez kell itt 45 nap? Én nem is értem ezeket a nagyon óvatos megfogalmazásokat. Máskor, amikor saját érdekeikről van szó, nem ennyire szégyellősek, meg nem ennyire óvatosak. Hát hol van itt a nemzeti érdekvédelem? Hol van itt a nemzeti protekcionizmus? A szó jó értelmében vett nemzeti protekcionizmus. Hát hogyha
és a 10 és 30%. A 10% kell, hogy legyen a plafon, de én azt is nagyon soknak tartom. Hát neki is asszonykodjunk itt, hogy 20% vagy 25%. A 10%-a bőven ki van fizetve. Sőt, annak a feltételeit kell megteremteni, hogyha ezek a szálláshely közvetítők csak ilyen magas tarifákért, ilyen egyoldalú, a magyarok számára kedvezőtlen feltételekkel hajlandók Magyarországon működni, akkor el kell attól venni a kedvüket, hogy Magyarországon működjenek. Akkor meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy menjenek innen. És meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a szálláshely szolgáltatók a saját felületeiken ezeket kikerülve, ezeket megkerülve próbálják értékesíteni a szolgáltatásaikat. Hát ez gyakorlatilag semmi másról nem szól, mint hogy egy extra terhet vesz a nyakába a magyar vállalkozás. És hát azért egy 20-30% akár egy tőkerős budapesti vagy balatoni szállodának sem kevés, arról már nem beszélve, hogy ez gyakorlatilag mind meg fog jelenni a fogyasztói árakban. Ez kevés kivételtől eltekintve a vendég fogja kifizetni. Az a vendég, amelyik így is már szívja a fogát, amikor megnézi ezeket a szállás tarifákat és a kiegészítő szolgáltatások árait. Hát többek között ezért is ilyen magas a szállásdíj, ezért is ilyen magasak az étel és italárak a szálláshelyeken. Hát önök szerint az normális, hogy Dél-Törökországban vagy Észak-Cipruson olcsóbban lehet nyaralni, mint a Balatonon. Önök szerint ez normális? Hogy sok esetben egy másik kontinens át kell repülni 2-3 orosztás repülőúttal, és lényegesen olcsóbban, sokkal magasabb szintű szolgáltatást kap a vendég. Hát itt az egyik magyarázat. Nem csak a magas energiárak, hanem ezek a dökkesejük, hiénák és paraziták, amelyek megint a magyarok vérét szívják. Hát itt nem arról kell beszélni, hogy óvatosan jogi tanácsadás. Mit érünk a jogi tanácsadásra, a tisztelt kormánypárti képviselők? Azt kellene megteremteni, hogy magyar bíróságnak joghatósága legyen ezekben az ügyekben, kizárólagos joghatósága kijelölni, és nem csak ezekben az ügyekben, és akkor mindjárt átevezünk a másik fontos kérdésre, amiről ez nem szól, a Facebook. A Mi Hazánk egyik kedvenc témája a Facebook és tettes társai. Nem tudunk elmenni amellett szó nélkül most sem, pedig már lassan 5 éve történt, hogy a 2019-es RP választás kampányának véghajrájában az utolsó 10-14 nap valamelyikében Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének akkor 200 ezer követővel rendelkező Facebook oldalát letiltotta a Facebook. Azóta sem hajlandó ezt a jogsérelmet orvosolni. Nagy évben tesztek a megítélt kártérítésre, nem foglalkoznak az oldal visszaállításával, ők megtehetnek mindent, mert ők egy nagy multicég. És február 17-e óta és a megelőző 2 évben nem tűnt fel mondjuk a e tekintetben, most már a szálláshely közvetítőktől lépünk egy kicsit odébb, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság platform szabályozási főosztályának nem tűnt fel, hogy még azokkal a szűk lehetőségekkel sem éltek a nemzeti digitális szuverenitás megvédése érdekében, amivel élhettek volna. Ha valami kedvező változás történt, akkor kérem, hívják fel a figyelmet, és akkor nagy örömmel bevallom tévedésemet. Én nagyon szeretnék tévedni ebben a kérdésben, csak tartok tőle, hogy nem fogok. A Facebookkal, a Google-vel, még minden hasonló digitális multicéggel szemben, amennyire a tevékenység jellegéből adódóan lehetséges, valóban, ahogy Zékárpád-Dányán is elmondta előttem, igen speciális kérdésről van szó, hát amennyire egyáltalán lehetséges, mégis csak föl kellene lépnünk. És már csak azzal is próbálom felpiszkálni az éberségeket, hogy ne gondolják, hogy önök nem kerülnek sorra, ha akár a hazai, vagy akár a nemzetközi baloldal, vagy bárki úgy akarja, az önök bármelyik oldalát is le fogják tiltani, le fogják korlátozni, tönkre fogják tenni ugyanúgy, mint ahogy tették azt a Mi Hazánk pártelnök esetében. Számunkra ez százalékokban mérhető veszteséget okozott. És nem biztos, hogy a 19-es EP választáson, de hogy a 2022-es országgyűlési választásokon több százalékunk múlott ezen, az biztos. Magyarul eljutunk odáig, hogy például a Facebook beleavatkozik a magyarországi választásokba. És az önök kétharmaddal, mint a rossz focista közelről nézik a meccset. Mert úgy gondolják, ez a rossz gondolkodás, hogy magukkal ez vagy önökkel az úgyse fordulhat elő. Önök egyébként rendelkeznek annyi pénzügyi és egyéb erővel, hogy önök vagy nem kell, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy majd másként megoldják, vagy semlegesítik a hatásait. Hát de legalább azt kellene megtenni, azon a szűk mezőn mozogni, ami egyáltalán még maradt ezzel kapcsolatosan.
És hát megmondom őszintén, én nem. Azzal együtt, hogy természetesen a semmitől jobb ez a javaslat, vagy a kiinduláshoz képest kicsit előrébb vagyunk, tehát ebből a szempontból támogatható, de nem értem, hogy kétharmados felhatalmazása, miért csak piszkálgatnak, miért nem mennek izomból odaütni. Úgyhogy az tényleg fájna a másik oldalnak. Meg azt elősegíteni, ha akarják, meg tudják oldani. Én azt látom, hogy ami önöknek a politikai érdekük, vagy a gazdasági hódoltatók érdeke, egyik napról a másikra kitalálják a legfurfangosabb megoldást, és azt keresztül is viszik. Hát akkor legyenek ennyire furfangosak akkor is, amikor nem csak közvetlen az önök érdekeiről van szó, bár ha jól tudom, azért a szálláshelyek, szállodák döntő többsége, vagy jelentős része az önökhöz tartozók, az önök kampányait finanszírozók érdekeltségi körébe is tartozta. Tehát ebből a szempontból is érezhetnék magukat motiváltabbnak. De hát jó lenne, ha a történet nem mindig néhány családról szólna, mert ugye 5-6-7 ember az általános iskolában sem osztály, nemhogy társadalmi szinten. Tehát a nemzeti tőkés osztály nem néhány családból kellene, hogy állj meg néhány családi vállalkozásból. Ugye az elmúlt hetekben elég sokat beszélt erről az egyik miniszterüknek a volt férje. Volt miniszterük, volt férje. Ugye? Elég sokat beszélt erről. Nem cáfolta senki, valószínűleg nem hazudott. Hanem mondjuk azokon a mikro- és kis- és középvállalkozásokon is kellene segíteni, akik tényleg a létükért küzdenek. Szabolcstól Győr-Moson-Sopron megyei, Vármegyeig bezárólag. Hát ez nem fog, higgyék, ez nem fog megoldani semmit, mert a multik ugyanúgy tenni fognak nagy évben erre az egész szerint, hogy eddig is tettek. És mi lesz a történet vége? Nem egy rendkívüli sürgősséggel, vagy rendkívül gyorsan lefolytatott polgári peres eljárás sérelmi díjjal, kártérítéssel, de olyan mértékkel, ami valóban elrettentő hatású, hanem hogy indul egy versenyfelügyeleti eljárás, amelyet persze több a semminél, de nem fogja megoldani ezt a problémát. És abban segítsenek akkor ezeknek a vállalkozásoknak, hogyha itt 45 napos határidőkről, meg 10 és 30% közötti jutalékokról kell beszélni, hogy kerüljék el ezeket. Abban, ahhoz kell nekik akár közvetlen támogatást adni, hogy a saját felületeiken külön extra költség nélkül tudják hirdetni a szolgáltatásaikat, főleg a legkisebbek. Lehet, hogy egy neves balatoni szállod erre nem szorul rá annyira, mert már a Jóbornak nem kell cégére alapon annyira neves, hogy megvan a megfelelő vendégköre, de mondjuk egy borsodi kisvállalkozást, biztos, hogy szükségem van rá. Az ország egyik legszebb, de egyik legszegényebb térségében. Én elhiszem, hogy itt önök rendkívül elégedettek ezzel, de én teljesen véleszítónak tartom ezt a 45 napot. Mondják meg nekem egészen őszintén, mert könnyen lehet, hogy én nem látok valamit tisztán, hogy miért kell 45 nap? Tehát mi történik ilyen hosszú? Mi indokolja ezt szakmailag? Megkapta a booking.com, meg a hozzá hasonlók, megkapta a lóvét. A 45 nap arra, hogy ők tudják forgatni, a kamatait, hozamait zsebre vágni, se a tőkéből, se a kamatból szinte semmit nem adóznak ide Magyarországra. Megfelelő könyvelési trükkökkel, akár nemzetközi adócsalással szépen kiviszik, bűncselekmények sorozatával is, akár, nem tudjuk így van-e, de nem zárható ki a lehetősége. És akkor mi meg itt törölgetjük a szemünket, meg nyaljuk a szánkat a végén. És a magyar vendég meg megfizeti a horrorisztikus mértékű szállásdíjakat. Hát most a mai nap sokat tanultam, tehát most már kezdem érteni, hogy miért is ekkorák ezek a szállásdíjak. Vagy akkor alakítsák át önök is akár az áfa befizetési rendszert, akár tegyenek azért, hogy a közüzemi számlákat is, és az összes közterhet, akkor ne 30 nap, nem minden hónapban kelljen befizetni a magyar vállalkozónak, akkor 60 naponta fizessenek, vagy ha már megkapták ezeket a pénzeket. Azért meglehetősen furcsa ez, hogy egyik oldalnak szinte csak kötelezettségei vannak, a másik oldalnak meg csak jogai. Az egyik oldal szedi a javakat, lenyalja a tejszint meg a mézet, a másik meg küszködik a szörű, hogy el nem pusztul. Szóval azért a nemzeti érdekérvényesítésnek egy erősebb formája, sokkal erősebb és radikálisabb formájára buzdítanám, vagy bújtanám fel önöket. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, hát megpróbálok válaszolni, talán csak részben fogok tudni. Először is szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, mert azt gondolom, hogy ha lehet ezt használni, tényleg egy építő jellegű vita volt. Köszönöm a támogatást, és köszönöm a javaslatokat is. Most, ha megengedik, nem félreértve, hogy Apáti elnök úrral egyébként itt pártközi szinten is értelmezhető jó viszonyunkban én azért megsértődtem rá egy picit, mert
a párti képviselő gondolom nem gondolta, hogy nekem nem jutott eszembe az, amit ő itt mondott, hogy nem azzal kezdtük a tárgyalásokat a minisztériumokkal, hogy ugyan már zárjuk ki a holland jogot például ebbe a tekintetbe, tehát hogy a booking ne köthesse ki a holland jogot. Hát ezt két esetben tudjuk megtenni sajnos. Egyrészt vagy az Európai Uniós alapszerződést az összes tagállam jóváhagyásával módosítjuk, vagy kilépünk az Európai Unióból. Tehát ez a két lehetősége van annak, hogy ezt megtegyük. Ezért van benne egy olyan faramúci dolog egyébként a jogszabályban, hogy én azt vizsgálhatom tisztességtelen piaci magatartásnak összesen, hogy nem zárhatja ki a booking, hogy magyar bírósághoz is forduljak. Tehát az sajnos, hogy mondja, nem akarom az Európai Unióra fogni a dolgok egy részét, de ugye tisztába kell lennünk, hogy egy olyan viszonyrendszert próbálunk szabályozni, amit az Európai Unió úgy tekint, és erre mondtam, hogy az Európai Unió le van maradva a kor előtt, hogy egyenrangú piaci felek, tehát két üzleti partner gyakorlatilag úgy állapodik meg, hogy akar. Ez az Európai Unió alap fölállása, ami szabályt tény és való, hogy még azelőtt hozták az Európai Unióba, hogy ezek az online digitális szolgáltatók azt az óriási monopóliumot, nevezzük így, létrehozták volna, a Facebooktól kezdve, most az itt említett bookingon keresztül, ami a jelen helyzet. Csak ugye abból a szempontból érdemes nézni a lehetőségeinket, ha az Európai Unió keretein belül gondolkodunk, hogy az európai szabályok mit engednek meg. Ugye a jelen jogszabály is, teszem hozzá, erre mondtam, hogy uniós notifikáció alatt van, és még nem kaptuk vissza a véleményt. Tehát a most leírtakat is még az Európai Unió vizsgálni fogja, és mondhatja azt, hogy szerintük ez vagy az vagy amaz nincs benne. Én egyébként, én lennék a leg, tehát ezt mondom képviselő úr, hogy ezzel kezdtük. Tehát ezt dekódoltuk első problémaként az általános szerződési feltételek vizsgálatakor, hogy a fészkes, elnézést, parlament vagyunk, lehet az, hogy egy magyar piaci szereplővel gyakorlatilag aláíratnak egy olyan általános szerződési feltételt, amiben kizárólag a holland jog van kikötve. És az Európai Unióban ezt sajnos képviselő társaim lehet, sőt, ezzel ellentétes jogszabályt nem lehet hozni. Elindultunk egy úton, én benne vagyok a vigyük le 45 napot, tehát rajtam nem fog múlni. Mi próbáltunk egy olyat, ami először rácsúszik az unión. De próbáljuk meg, menjünk lejjebb. Ha már egyébként teszem hozzá, az unió ezt elfogadja, hatályba lép, utána mindig könnyebb szorítani egyet a présen idézőjelbe, de próbáljuk meg, én nem leszek az ellen. Egyébként csak képviselőtársának mondom, még az Európai Unió adta kereteken is, ha valaki túl gondolkodik, Törökországban például a booking, ha belföldről akarok foglalni, nem elérhető. Valahogy, külföldről igen, de Törökországból próbálj meg török IP címről a bookingon foglalni. Nem fog sikerülni. Csak a piacvédelemnek az Európai Unión kívüli lehetőségeit összekeverni az Európai Unión belüli lehetőségeivel, az persze lehet, de nem biztos, hogy célra vezető. Egyébként én meg összességében mindamellett, amivel egyetértünk, hogy itt a nagy nemzetközi szolgáltatókat jelentősen kell a tagállamoknak, a szuverén tagállamoknak korlátozni, azért teljesen őszintén mondom, hogy nem az a cél, hogy elüldözzük a bookingot. Tehát nagyon-nagyon sok hazai kis és közepes vállalkozás, főleg a külföldi vendégeik egy jelentős részét, azt a bookingon keresztül tudja behozni. Most ezt vagy szeretjük, vagy nem szeretjük, de ez a tény megállapítás. És ugye azért Magyarországnak vannak olyan régiói, vannak olyan területei, ahol a külföldi turizmus az dominál, főleg Budapesten, Balaton környékén. Tehát ezeket a vállalkozókat leválasztani a bookingról, lehet, hogy néhány év alatt kiugorják magukat, de hogy rövid távon iszonyatosan nagy problémákat okozna a szektornak, annak egészen biztos vagyok. Tehát én minden jó szándékot feltételezve a felszólalók részéről, én azért óvatosságot javasolnék. Ugye ugyanez a kérdés a jutalék kérdésével. Én nekem egyébként a piaci tapasztalatok azért alapvetően ilyen 8-15% között van a bookingnak egyébként, ami nagyon sok, tehát így is nagyon sok, de mondjuk én ezt a 20-30% körül itt velé nem nagyon találkoztam, tehát a bookingnak általában ez a 8 és 15% közötti jutaléka van, hogy
ezt úgy, ahogy van, lehet-e azt mondani, hogy ez 5%? Ebben megint csak az uniós jogi keretek között azt gyanítanám, hogy nem. Az, hogy lehet-e kreatívan lefele nyomni ezt a magas, mindannyiunk által magasnak vélt részt, most nem akarnék itt ötletelni a parlament előtt, vizsgáljuk meg, én nyitott vagyok, szerintem első körben a notifikáció előtt, mielőtt még az unió erre igent mondan a jelenleg benyújtott jogszabályra, én óvatosan tenni kísérletet. Egyébként én azt gondolom, hogy részben a problémát az a szabályozás, hogy nem kötheti ki azt, hogy nem lehet olcsóbban a honlapon nézni, azt részben kezelni fogja, mert azért itt booking felhasználók is vannak szerintem a teremben, azért a tudatos fogyasztó már az úgy csinálja, hogy beüti a booking, és utána megnézi a saját honlapját a szálláshelynek, és hogyha ott lát különbséget az árban, már pedig ezek alapján már láthat, akkor az alapjában is egyébként az ilyen jutalék összegeknek a csökkentése felé megy. Én nyitott vagyok, ha erre van valakinek jó megoldása, nem árulok egy titkot, 2,5 hónapon keresztül egyeztettünk a minisztériumokkal, mire ezt a szövegjavaslatot úgy ítéltük meg, hogy ezt a notifikációra el lehet küldeni, de ha vannak javaslatok, ugye van most időnk valamennyi, mert meg kell várnunk a végszavazással a brüsszeli választ, tehát ha van erre a jutalékra javaslat, arra nyitottak vagyunk. Ugyancsak a letét kérdése fölmerült. Én nem mennék ilyen messzire erdő telepítésé, hát az utazási irodáknak is van. Tehát a piacon is van olyan, hogy az utazási irodáknak ugye van kötelező biztosítása. Már ugye néhány nagy utazási iroda bebukása után erre van jogszabály. Mi erre kapcsolatban egyébként a Turizmus Ajtsai Zéletével beszéltünk, és ők ígértek erre vonatkozó javaslatot. Párhuzamosan a törvény javaslattal, csak ezt nem feltétlenül törvénybe kell szabályozni. Erre megvannak az egyéb jogi lehetőségek. Én egyébként összességében azt látom, hogy van egy mondom, alapvetően szerintem a lehetőségünk egy részét az uniós jogszabályok meghatározzák. Az egy kérdés, hogy az előttünk lévő EU elnökség, majd magyar EU elnökség, akkor így mondom, az ad-e lehetőséget arra, hogy ezt a témát egy kicsit a szélesebb értelem és az Európai Unió asztalára tegyük, és akkor itt bővíteném a kört. Tehát én is azt látom, ami az Ékeladányt elhangzott, hogy vannak olyan területek, ahol nagyon jó lenne, hogyha egyedül neki tudnánk menni akár a Facebooknak, én is tudnék mesélni hasonló rémtörténeteket a Facebookról, saját magam tekintetében is, de őszintén szólva kicsit esélytelennek látom az, hogy Magyarország egyedül fölvegye ilyen szempontból a kesztyűt, például a Facebookkal szembe. Teszem hozzá, hogy ez a jogszabály a Facebook számára is előír. Például magyar ügyfélszolgálat létesítését. Ugyanis a Facebooknak is vannak üzleti ügyfelei. Tehát a Facebook sem csak magánszemélyektől veszel pénzt, különböző hirdetésektől, hanem vállalkozásoktól is, és mint ilyen, mint kapuőrcég, egyébként ez a jogszabálynak, a kapuőrökre vonatkozó része vonatkozik a Facebookra is. Ez egy nagy kérdés, hogy egyébként fognak erre foglalkozni, vagy sem. Ebben igaza van Apáti képviselő úrnak, hogy vannak kérdések, de ez az úton el kell indulni. Nem volt ilyen jogszabály Magyarországon, ahhoz képest is egy előrelépés talán ez a javaslat. Tehát összességében összefoglalva nagyon nyitott vagyok azokra a javaslatokra, amelyek itt elhangzottak, akár módosítóindítvány benyújtásában, akár úgy, hogy mivel van időnk még megbeszélni, tehát az árószavazás előtt, hogyha leülünk és vannak tényleg jogszabályi szinten akceptálható észrevételek, azokat építsük be, induljunk el. Szerintem első körben egy szélesebb összefüggésben a szálláshely szolgáltatóknál tudunk egy kis rendet vágni, nem mondom, hogy teljesen, de tudjuk a piacot a hazaiak védelmi érdekében irányítani, és a nagy digitális szolgáltatóknál ez egy próba, tényleg egy próba, meglátjuk, hogy mennyire akarnak és tudnak megfelelni a jogszabályoknak. Összességében azt mondom, hogy egy új frontot nyitunk a hazai vállalkozások érdekében,
remény szerint közösen. Köszönöm a támogatást, és a javaslatokat várjuk, és reméljük, hogy ez a csata ez folytatódni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, csak érdemi javaslatot szeretnék megfogalmazni, ahogy azt gondolják, hogy csak a probléma felvetésből állok ki, vagy csak a probléma felvetésre képes a Mi Hazánk mozgalom. Nagy tisztelettel felvetném, vagy megkérdezném, főleg Szatmári Kristóf alelnök urat, hogy kell-e bármilyen biztosítékot nyújtania az ilyen nagy multiknak, ezeknek a szálláshelyi közvetítőknek, értem itt ez alatt például a pénzügyi letétet, vagy felelősség biztosítással kell rendelkezni. Mert azért az elég cifra, és hogy a józan paraszt észre meglehetősen szembe megy, ugye a józan paraszt észre felfoghatatlan, hogy egy egyszerű könyvelőnek kell szakmai felelősségbiztosítás, egy bizonyos szűkebb bevétel vagy üzemméret felett, mondjuk egy építési vállalkozónak kell felelősségbiztosítás, de mondjuk egy benzinkút üzemeltetéshez is kell felelősségbiztosítás, vagy sorolhatnék még egy sor olyan szakmai tevékenységet, amelyhez kötelező jelleggel meg kell kötni ezt a felelősségbiztosítást, különben nem lehet végezni a tevékenységet, de az euró vagy dollár milliárdokat vagy tízmilliárdokat forgató, forgalmazó, és Magyarországon is jelenlévő, mondjuk szálláshelyi közvetítőknek meg nincs ilyen kötelezettsége. Csak azért vetem fel, mert én úgy gondolom, hogy nincs ilyen, lehet, hogy az én ismereteim hiányosak, szerintem nincs ilyen. Mi akadályozza meg önöket abban, úgyis önök döntik el, önöknek már hozzá megfelelő szavazatszáma, hogy ilyet előírjunk. Méghozzá egy komoly összegű pénzügyi letétet, és hogyha mondjuk haladék, nem, ne felejtsük ezt a 45 napot, mert olyan ideges leszek, hogy csak dadogok már közben. 3 nap, és nincs tovább. Ha nem tetszik, akkor nem kell ide jönni. És elvenni a magyaroktól a szállási lehetőséget, hogy kicsit próbáljam az önök egyik szlogenjét némileg kifordítva visszaadni. Ha nem hajlandó fizetni, akkor ebből, mint egy kártérítés vagy kifizetés alapból biztosítani azt a forrást a magyar kisvállalkozónak, legalább a mikrovállalkozók számára, ami egy 3 nap utáni pénzhez jutási lehetőséget biztosít. És az utána meg kell szépen kínálni egy versenyfelügyeleti eljárással, amelyben megtorló jellegű bírságot kap az első dobásánál. Mert szerintem az rendkívül irritatív, hogy gyakorlatilag és az országgyűlés tekintélyét már sokat szó jelentős mértékben sérti, hogy gyakorlatilag hülyének nézhetnek minket. Hülyének nézhetik a magyar vállalkozást, de hülyének nézhetik, bocsánat, a magyar törvényhozást is, mert kiröhögnek minket, hogy amíg ez a csigalassú rendszer működésbe lép, és az ingerület átvitel beindul, addig gyakorlatilag már nem is nagyon van jelentőség. Majd kifizetik, majd utóbb helyrehozzák, majd valamikor lesz normális ügyfélszolgálat, majd valamikor lesz jogi tanácsadás, mindig majd valamikor. Meg mindig csak majd, nem meg valahogy. Hozzanak létre, kötelezni kell őket egy megfelelő felelősségbiztosítást megkötésére, ez nyilván biztosítói háttér is kell. Akkor a multik, a biztosítós multik, meg a szállási közvetítő multik működjenek szépen együtt. Valószínűleg nem vágja őket földhöz ez a teher, de legfőképpen egy szabad szemmel és jól látható mértékű letéti pénzt helyezzenek el. Hadd mondjak önöknek egy egyszerű példát, ha nem is a vendéglátás vagy a szállási közvetítés, hanem mondjuk az agrárium világából. Itt az erdőgazdálkodást tudnám jó, illetve rossz példaként hozni. Ma Magyarországon olyan erdőgazdálkodó, aki nem tud felmutatni korábbról sikeres erdőfelújítást, és valószínűleg önhibáján kívül nem mondjuk nem életvitelszerűen vagy élethivatásszerűen nem ezzel foglalkozik, mondjuk megörökölt egy kisebb erdőterületet, és tarvágásra készül, mielőtt egy fát kidöntene, 500 ezer forint per hektár erdőfelújítási biztosítékot kell befizetni a névéknek erre a célra meghatározott egy rendelt letéti számlájára, és addig nem kapja vissza, amíg a tarravágott erdőt nem újítja fel, ami több év. Ami többé a jelen inflációs környezetben gyakorlatilag a pénze jelentős részének a vásárlóértéke elvész, ezzel senki nem foglalkozik, erre semmilyen kamatot hozom, hogy semmit nem kap. Ez csak azt a célt szolgálja, hogy amíg az új állomány nem ér el egy megfelelő külön jogszabályban előírt méretet, addig a névik ezt neki nem utalja vissza. Tehát itt akár egy hektár erdőnél 500 ezer forint biztosíték letétbehelyezésével ez működik. Na akkor működjön a booking.com-mal
meg a nagy tőkeerői multikkal szemben, nyilván üzemméretüknek a tevékenység jellegének megfelelően egy olyan összeggel, ami már valós segítséget jelent a vállalkozások számára, és nem az államkasszát terheli, hanem az államnak kell majd valahonnan pénzt elvonni, és természetesen visszatartó erejű. Ez szerintem inkább ez vezetne a megoldás irányába, és az mondjuk a fejszín kapargatásától, a piszkálgatástól már sokkal több. Köszönöm szépen!